Szóval az a lényeg, hogy találkoztok velem, srácok. Igen, készítik el, Gyulán lesz egy közönség találkozó. Szóval, hogy Gyula környékén laksz, vagy pedig éppen pont Gyulában, akkor mindenféleképpen csekkold le a fanfest.hu-t, ugyanis találkozhatok velem. Srácok, készítek el, hatalmas hírem van. Tudtok velem közösen nyaralni? Így is van. 5 napos nyaralás lesz velem nyáron, nyári tábor. Szóval, hogy szeretnél jönni velem is, és kissel is találkozni, akkor a képen látható weboldalra csekkolj fel, és jelentkezünk, és már nem sok idő van hátra, és nem sok jegy. Szóval legyél te is ott velem, és nyaraljunk együtt! Istenem, de jól aludtam. Hol van a kisék? Ja, már reggeliznek, jól van, oké, és nem baj. Úristen, mi ez a rúzs volt rajtam? Mi történt? Már megint történt valami, úristen. Na jól van, ki kell jutnom valahogy úgy a vécébe, hogy ne vegyenek engem észre, de ők reggeliznek. Ajaj. De finom. Én halat eszek. Kész? Ki eszik halat? Isten, olyan hülye vagy, mint egy halat eszel. Tessék, itt egy hal. Lá, jó reggel, Dani. Szia, Dani, ki eszik halat? Igen, igen, majd mindjárt várjatok pillanat, okay. És kérek. Oké. Dani, semmi. Mi bajod van? Ne nézzetek rám. Nem válaszol. Nehogy rám néz. Nincs még rajta smink? Milyen smink? Nem tudom, miről beszélsz. Dani, neked mi bajod van? Semmi, Dani, semmi. Itt a pénztárcád. Mi pénztárcám tényleg? Miről be? Mi az? Igen, ja, kivált meg megverem. Nem. Daninak barátné van. Ráadásul. Istenem, ezt nem kellett volna, meg tudjátok. Mi az, Dani? Mondom, szétverem, szétkapom. Csaj? Milyen csaj? Semmi, nem mondok semmit, jó? Nem, ez nem erős volt, ez... Ha nem, ez... megvertek? Igen, nagyon ez megvertek. Orvoshoz kellene fordulni. Orvoshoz, szerelem doktor. Nem. Ja, hogy ez egy csók volt! Nem hiszem, észre. Miért kellett neki elmondani? Várjál, Dani. Tedd ki, fotózz le és tegyük ki. Fordulomra tedd ki. Nem. Nem, hát. Tényleg? Na mennyi volt így összesen életedben? Hát... Három. Aha, nagyon úgy tűnik, hogy még egy sem. Nem volt még soha barátnőd? De volt! Várjál, ez is megy ki Instagramra! Nem volt még barátnőd! Jó, várjál, ezzel egyetértek! Vegyük el a telefont! Add a telefont! Nem raksz ki többet rólunk gáztorikat! Mit csinálsz? Mi az a gáztori? Téged megpuszítottak neki, meg még nem volt barátnél, de mi a kamu? Igenis volt! Na, oké, jól van, akkor... Igenis, ki volt? Na igen, mondd el, akkor ki volt a barátnőd? Hát... Nem, úgy... Buklina. Buklina? Igen. Nézzük a kontaktjaidat! Buklina! Illetve volt még Vasajtonia. Vasajtonia? Igen. Az valami ország? Hát, illetve Járó Anita. Hát nekem nagyon van egy olyan érzésem, hogy csak körbenézem, meg lesz tárgyak, de arról kitalálsz valamit, és azt mondta, hogy az volt. Ez nem igaz. Valaki akarsz a mi barátnője lenni? Mit csinálsz? Gyere be! Szegény! Várjál kis! Van egy ötletem! Ha már szegény Szabinak úgyse volt soha barátnője, mi lenne, hogyha szereznénk neki barátnőt? Volt, őszintén! Volt valaha is tényleg barátnőd? Igen. Na, legyél most már végre őszinte! Igen, volt az óviba még, de igenis sokáig tartott, és... Középső csoportig? Nem. Találj hülyet, ugye? 2 óra volt, de jó volt! Na, jó van, oké! Szóval nem volt még soha barátnőd, értem! Annak én meg a csajozási tippeket, tudod, hogy én vagyok a...
Kissmaster, ugye? Kiss, majdnem ugyanaz. Igen. De hát neki van rúzsfolt az asszem, neked van. Neki van rúzsfolt azért, mert én még annyira ügyes vagyok, hogy én még le is töröltem. Kintottam a WC-ba anélkül, hogy meglátod volna, de rajtam is volt még reggel, hidd el nekem. Hát, mm-hmm. Valahogy nem hiszek a neked. A kutyalányom csak így hú. Igen, hol? Nem látom. Ha azért, mert egyszerűen csak fotózgatni mernek, nem merek idejönni, azon akkor a király vagyok. Aha. Na jól van, oké. Srácok, segítsünk Szabinak. Szóval, Szabi, szeretnél barátnőt? Készen állsz? Igen, igen. Oké, na első nagyon fontos dolog, meg kell találni azt, hogy kit szeretnél. Hát... Na. Igazából jó, nem figyelj, tudom, nincs, például, nincsen, itt nincsen. Van kis, itt van kis, oké? Hát biztos, nem, hogy nem, De nem, gyakorlásképpen, na, hódítsd meg kis, gyerünk! Ha ide mehetsz jönni, azt megígérem neked, hogy rajta nem rúfolt lesz, ami mélyak volt. Szia kis! Ne akard! Dicsérd meg, hogy nagyon szép! Hogy nagyon jól nézel ki ma. Kis, gyere vissza! Leszel a barátnőm? Szerintem elég széges fejvára! Úristen! Dani, eljött Székesfehérvárra? Úristen! Dani, ilyenkor mi van? Visszautasított? Hát, ilyenkor addig üldözt, amíg el nem fogadja. Jó! Gyere ide! Te vagy a szegény! Nem! Kimentelek! Úristen! Jézusom! Nem hagyom! Életem vagy! Gyere ki! Kis! Gyugi! Kis! Gyere már ki! Meghalt, miattam. Most miért kellett levinned a víz alá? De hozz már ki szegényt! Én nem megyek le, már nem akar. Na, gyere ki kis, nyugi, nem kell félni. Lehet, hogy a falusinál több esélyem. Na, gyere már ki, úristen! Aj, na, jól van, oké. Okay. Na, gyere. Mizu, elvezod a számot. Na, Szabi, figyelj ide. Szóval... Épp bevetésem vagyok. Hát, ez nem túl nagy bevetés. Na, ne falusiak kapróbálkozni. Jó van, tessék. Éj, visszajöttél kis. Szia. Na, szóval, Szabi. Igen? Elviszünk téged egy nagyon gyönyörű étterembe, és fel fogsz szedni valakit, oké? És mi segítünk neked. Jó, de kire hallgassak? Rád? Jó, meggyőztél, rád hallgassak. Okay. Kise. Mit csináljak kis? Na, gyere! Ebből úgyse fog semmi jó kijönni. Elmegyünk, Dani, gyere te is, akkor nézd meg, hogy összejön. Na jó, van, nézzük. Elmegyünk a legjobb ötcsillagos, Michelin csillagos mindenes étterembe, legdurvább pedig restaurant. Na. Most te kutyát akarsz belőle csinálni, vagy embert? Hát kutyát, ahogy mondta először is. Jó, mindegy, menjünk, nézzük meg akkor, de hát ez úgyse fog beválni. Na, meg is jöttünk. Igazából itt a pizzéria mögött van? Nem. Miért tudsz egy pizzériába? A hely legjobb pizzériája. Ez a legnagyobb hülyeség. Istenem. Miért egy pizzéria van, szóval az a legjobb. Oké, hallgatok kisre. Látod, mennyire élvezi ő is. Igen, hallgassunk kisre, persze, hát kis annyira tapasztalt, rá kell nézni. Hát, neki, ő a kissmeister. Hát, de... Na, gyere, ülj le ide. Oké, és kit hívtatok nekem? Lassan be, ide kellene jönni, csak egy kicsit késik. Szóval, ha a nagyon ilyen macsonak akarsz tűnni, akkor adj neki steaket, de csak is steaket. Illetve, ha gondolod, akkor elvihetek sétáltatni. Oké, dobják neki csontot is? Miről beszéltek? Azt annyira nem szeretik szerintem. Nem mondom, ez a sétáltatás talán a legjobb, kimehetek oda a parkba, vagy a kutyafutatóra. Dobálják meg a labdát, Jézusom, nagyon ne hagyjuk! Hagyjuk, na, gyerek, és bújjunk el, nézzük, hogy mi történik, gyere! Na, nézzük! Hú, nagyon izgulok. Ki lesz az? Szia! Szia! Mit szeretnél? Kivit van a leírás? Szóval pólus, ilyen idegbeteg fejű. Szerintem hozzá akkor te hozzám? Aha. Oké, mit kérsz? Rendeljünk? Amúgy nagyon nézel ki most, hogy... Úristen, kis, mit csináltál? Oké, mit kérsz? Pincér? Nem tudom, de igazából már nagyon, nem tudom, nincs a labdát? Ma kergetnék egy labdát. Labdát? Hát nem tudom, de nincs pincél, szóval lehet, akkor menjünk el sétálni, és akkor majd eszünk valamit útközben. Oké, és gyere, úgy is tudom, hogy szeretett, hogy...
Jó, nem gond, majd hazaviszlek. Gyere, megsétáltatlak, gyere. Oké. Okay. Gyere. Nincs pórás sajnos nálam, de gondolom követni fogsz. Úgyis már, mert... Maximum elfutok. Okos kutya vagy. Nézd, kapsz izét, steaket, azt mondtam, hogy szeretem. Köszi! Okay. Már én azt hittem, hogy kutya leszel, de... Köszi. Mert így nem jó? De így nem. Oké, okay. akkor menjünk, gyere. Oké. Okay. Azt a... Nessi! Nem szabad! Nessi! Nem szabad! Gyere vissza! Nessi! Gyere vissza! Nessi! Ne! Na, Szabi, na, megjöttél! Hello! Úristen! Sziasztok! Szabi! Nem! Na, ott ment! Na, alud. Nem látod a rúsfoltot az arcán? Milyen rúsfolt? Igen! Yeah. Rúsfolt. Láttad? Én láttam! Na mi a Szabi? Nincs is. Na mi van? Neked is van már? Igen van, ennyi. Lett barátnőm. Na, de... Várjál, barátnőd! Az, várjál, az a fiú az... Az a kutya az nem fiú volt? De. Hogy micsoda? Ő nem kis fanya volt? Mi? Nem mondtam. Ő te csak mit csináltál? Nem, Szabi, várja már, azt a kutyát azért küldtük, hogy felkészítsen téged. Te felszedted őt? Tényleg? Te fiú kutyát hoztál nekem? Várja már! Amos volt meg az előkészítő csávó. Jó. Remélem, hogy tetszett, találkozunk legközelebb, úristen, gyerek is! Sziasztok!